Vloggerkednél, de nincs mivel? Videós eszközök bérlése jó áron. A műsor támogatta a digitalworld.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsor támogatta a kocsiguru.hu. Sziasztok, én Osvárd Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Elindultak az írásbeli érettségi, köztudott, hogy idén a veszélyhelyzetre való tekintettel a szóbelik elmaradnak. Arra voltam kíváncsi a diákoktól, hogy hogy élik meg ezt a helyzetet, könnyebb volt-e mondjuk az idei érettségi, mint a tavalyi, és milyen óvintézkedéseket vezettek be az iskolában a tanárok. Úgyhogy gyertek velem, kérdezzük meg a diákokat, hogy sikerült nekik a 2020-as érettségi eddig. Első kérdésem, mennyivel volt szerintetek könnyebb, vagy nektek mennyivel volt jobb most érettségizni, mint ha mondjuk tavaly érettségiztetek volna, vagy jövőre érettségiznétek? Én nagyon örülök neki, hogy nincsenek szóbelik, mert nem kell egy csomó mindent megtanulnom. Szóval például a magyarból nem is kellett nagyon készülni, mert szövegértést azt vagy tudja az ember, vagy nem. Érvelést azt gondolom mindenki tud írni. Töriből is nyilván ott átfogóan tudni kell az egészet, de hogy nem kell külön részletekbe belemenni nagyon. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy nincsenek szóbelik. Könnyebb volt, de sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam, meg szerintem számítottunk, sokkal könnyebb volt. És teljesen hülyeség lett volna októberre halasztani, mert ott ugye rendes központi érettség lett volna, tehát hogy szóval is ugyanúgy lett volna. Szerintem nehéz volt, de annyira nem vészesen. Teljesen korrekt volt, és teljesen jó volt ez az egész. A esszé végül is nagyon jól meg lehetett írni, jók voltak a források, teljesen jól ki lehetett venni az egészet. Szerintem egyáltalán nem volt nehéz. Szerintem hátrányban nem nagyon kerültünk az előző év. Előző év érettségiző közkép. Első körben, bocsánat, de érettségiztél, vagy itt tanítasz? Én tanítok. Ja, mert nagyon-nagyon fiatalos vagy. Hogy érzed, szerinted most itt tanár szemmel könnyebb volt ez az érettségi, mint mondjuk a tavalyi, vagy mint mondjuk jövőre lesz? A jövőt nyilván nehezen megjósolni, de a tavainál szerinted ez egy egyszerűbb pálya volt? Egy picivel egyszerűbb, de voltak már ilyen évek, tehát hogy ez szerintem nem a koronavírus vagy a járványhelyzetnek szól, hogy most könnyen volt egy picit. És azt gondolom, hogy azért volt könnyen, mert hogy olyan feladatok fordultak elő, amiket nagyon sokat gyakoroltunk. Szerintem nagy szerencsénk van, mert nagy segítség számunkra, hogyha jó sikerül az írásbeli, akkor nem kell szóbaliznünk. Szerintem ez könnyű. Te? Én teljesen egyetértek, tehát szerintem ez így sokkal egyszerűbb volt, sokkal könnyebb volt így leérettségizni. Hogy érzed, hogy sikerült? Hát magamhoz képest elég jól, főleg, hogy nem lesz szóbeli, és ez a legmegnyugtatóbb dolog a világon. Szerintem meg lesz a kettes, ez a cél. A többi nem számít. Érzésre meg lesz. Meg biztos, hogy meg lesz igazából, mert szerintem nem lett olyan rossz, és ja, szerintem meg lesz. Összességében jó, jobb, mint ahogy számítottam az érettségi kellett, úgyhogy amúgy nem egy nagy dolog úgy utólag, de azért előtte izgalmas. Milyen volt az online oktatás? Tehát, hogy azért erről hallottuk, hogy vagy megvalósult, vagy nem. Mennyire segített ez nektek egyébként a felkészülésbe? Jól meg tudott ez valósulni? Tudtak a tanárok alkalmazkodni, illetve ti tudtatok alkalmazkodni a virtuális oktatáshoz? Hát szerintem mi például bent az iskolánkkal nagyon nagy előnyben voltunk, hiszen az iskola, tehát például a mi tanáraink már rögtön így a hétvégén, amikor ugye bejött ez a karantén, akkor így hétfőre már létrehozták a Teams-ben a csoportokat, meg mindent, amit kellett. Szóval a tanárok részéről szerintem teljesen... Tehát gyorsan reagáltak. Ők nagyon felkészült, vagy hogy is mondja, jól kezelték. Szerintem a diákoknál meg változó. Szerintem nem volt olyan jó, és az kellett volna, hogy az évvégi jegyeket megkapjuk. Szerintem úgy sokkal jobb lett, biztonságosabb is lett volna, de végül is így is jó. Én nem éreztem ebbe akkora fennakadást magában a tananyag közvetítésben. Nem is tudom. Igazából tehát a tanítás során, a végzőseimmel már gyakoroltunk. Tehát, hogy arra pont alkalmas volt ez, hogy egyéni visszajelzéseket adjak nekik. Inkább az volt a része, hogy ez a személyes kontaktus, a biztatás, a motiválás, ami így annyira egy ilyen Zoom konferencia hívásban nem működik. Tehát, hogy pont ezt az utolsó másfél hónapot vették el tőlünk, amikor megerősíteni őket pszichésen az előttük álló nagybetűs életre. És ugye nemrég derült ki az érettségének a pontos menete meg, hogy lesz egyáltalán érettségi. Te attól függetlenül, hogy volt ez a bizonytalanság, készültél rá? Tehát ugyanúgy készültél, mint hogy a tutira lenne, vagy amikor megtudtad, hogy lesz, akkor kezdted el? Hát amikor megtudtam, hogy lesz, akkor realizáltam, hogy jó, akkor el kéne kezdeni készülni, aztán utána... Hát ez most volt nemrég 2 hete körülbelül. Igen, igen.
és igen, utána kezdtem el készülni valamilyen szinten, de őszintén szerintem, amit összekapartam tudás, az így az utóbbi pár napban volt. Soha. Egyáltalán nem? Soha. Mikor kiderült, hogy lesz már akkor sem? Hát, nem. Most őszintén, te készültél? Nagyjából mindannyian úgy készültünk, hogy most fogjuk megírni, aztán lehet, hogy amikor kiderült, hogy tényleg most fogjuk megírni két hete, akkor mindenki azért komolyabban ráállt erre a dologra. Így teljesen fán ki megjelenni az érettségi? Persze, szerintem igen. A tanárok nem szóltak? Nem szokták ezt túlspirázni. Aha, milyen óvintézkedések voltak az érettségén? Tudom, távolabb voltak tolva a padok, kaptatok maszkot, kesztyűt? Mindenki kapott maszkot, kesztyűt, a WC-ket folyamatosan fertőtlenítették. Gumikesztyű, maszk, kézfertőtlenítő mindenkinek, lemérve a padok közötti távolság, szakaszos beengedés. Hát ugye csak 10 voltunk egy teremben, plusz a folyosón maszkot kellett viselni. Volt állítólag az írásbeliben a Hunyadi Mátyás külpolitikájáról szó, legalábbis ezt olvastam az interneten, én nem írtam meg, de állítólag volt. Mit gondoltak arról mondjuk, hogyha most Mátyás király itt lenne, mit szólna a külpolitikánkhoz, vagy csak úgy ámblok a politikánkhoz? Hát a töri az azért nyengém, úgyhogy Marci tud erre nyilatkozni. Marci? Hát nem tudom, biztos meglepődne, hogy mégis hogy állunk mostan. Nem tudom, nem vagyok benne a politikában, elnézést kérek, és nem is nagyon érdekel ez a dolog, bocsánat. Aha. Hát jelenleg egyébként a maga kialakult helyzet miatt azt mondaná, hogy egyébként Orbán, nem tudom, hogy annyira mennyire szabad erről beszélni. Nyugodtan bármit. Orbán bácsi, amit intézkedett, azt mondná, hogy igazából többnyire jó intézkedéseket hozott, és hogy most ez a kilábalási tervezet is, én úgy gondolom, hogy teljesen jó, mivel most bezártság az mindenkit frusztrálna, tehát hogy egyfolytában ez lenne, hogy mit a hónapokon keresztül ugye ez a karantén, meg ez a kijárási korlátozás, szerintem ez szerintem azt mondaná, hogy nagyjából rendben van. Mész tovább tanulni? Igen. Hova? Franciaországba, hogyha összejön. A Semmelweis fogorvosi karára szeretnék. Én külföldre tervezek menni Franciaországba, de hát tervezek nyilván, pont azért akartam megérni az érettségit is jól, hogy azért itthon is bebiztosítsam magam. Először OK-s képzésre megyek, utána az ugye plusz pont az egyetemre, és hát remélhetőleg össze fog jönni. Te? Én is gondolkozok egyébként egyetemen, most sajnos nem választottam emeltet, az ugye plusz 50 pont, hogyha megcsinálod. Hát igazából én ilyen filmstúdiós egyetemre szeretnék menni, tehát ilyen operatőr, meg ilyen tévés segédkezés a cél. Amiben jövő van, én úgy gondolom, abban mindig lesz jövő, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Én majd megyek OK-ére tovább tanulni vendéglátósuliba. Az igen, hát ez nem egy könnyű pálya, és látod, amikor beütök rak, akkor éhen halnak a vendéglátósok. Jól meggondoltad? Persze, teljesen. Te? Én is OK-s tanfolyamra fogok jelentkezni, úgyhogy... Szerinted most, hogy most csináltad meg az érettségit, és mondjuk nem tavaly, ez könnyítés lesz a továbbtanulásod szempontjából, pontok szempontjából? Hát szerintem úgy annyira nem, mert a szóbeli az pont az, ahol tényleg a reális saját tudáshoz, hogy megtanultad-e azokat a tételeket, azon alapszik, és nem azon, hogy abban a 3 vagy 4 órában hogy tudtál teljesíteni. Ez most könnyebb bejutást ígér neked? Igen, mert ugye ott kémia, biológia emeltet is kell tenni, és a kémiánál kísérletek, meg mindenféle jó dolog van. És azt sem kell, meg azt, hogy nem kellett bejárni, így több időm volt fókuszálni az emeltekre, a bioszra, meg a kémiára. Nekem mindenféleképpen, hiszen a jegyeim nem voltak annyira jók, úgyhogy ugye sokan ezt mondták, hogy a jegyeket kéne megajánlani a diákoknak. Az érettségi pontjaimat már kikalkuláltam, vagy hát próbáltam így tavaly, meg tavaly előtt, hogy duplázzak, meg nem tudom. És ehhez ugye meg elengedhetetlen volt az érettségi. A feladatok megoldásával kapcsolatban könnyítés, enyhítés, ez biztos, hogy nem volt. Viszont az minden kollégámmal próbáltunk olyan légkört teremteni, ami hát amennyire lehet egy ilyen stresszmentesebb légkör lehet. Tehát én mondjuk így szeretek viccelődni, azt most picit többet toltam, picit több időt hagytunk az oldódásra, meg azt nagyon fontosnak tartottuk, hogy így a lehető legbiztonságosabb környezetet hozzuk létre. Azt látom, illetve hát azt is hallom a diákoktól, hogy nekik talán könnyítés volt az, hogy idén nem kellett szóbeli vizsgát tenniük. Biztos, akik tavaly érettségiztek, ők most nagyon gyűlölik őket. Van, aki szerint egyébként ez a továbbtanulásban is segítséget nyújtott. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, ha nem, igazából akkor is feliratkozhatok hasonló tartalmakért. Kövessetek az Instagramon, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Vloggerkednél, de nincs mivel.
Videós eszközök bérlése jó áron. A műsor támogatta a digitalworld.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsor támogatta a kocsiguru.hu.